Köszöntöm az Innovízió magazin nézőit! Mai adásunkban is három a Szegedi Tudományegyetemhez kapcsolódó kutatást mutatunk be önöknek. Szó lesz az adattömörítési eljárásokról, a közlekedés környezeti hatásainak vizsgálatáról, és beszámolunk egy olyan programról is, amely az egészséges életmódot szolgálja. Tartsanak velünk! Az informatika területén korunk egyik legnagyobb kihívása az adatok tömörítésének megoldása. Hogy tudunk minél kisebb helyen, minél több információt tárolni? Hogyan lehet nagy mennyiségű adatot gyorsan továbbítani? Ezekben az irányokban folytatnak kutatásokat a Pedagógus Képzőkar informatika alkalmazásai tanszékén. Nem is olyan régen még presztízs kérdésnek számított, hogy egy-egy család polcán ott sorakozzanak valamelyik lexikon sorozat kötetei. A hosszú évek gyűjtögetése után sokakat megdöbbentett, amikor kiderült, hogy a vaskos kötetek tartalma ráfér egy DVD-lemezre is. Ma már nagy mennyiségű adatot tárolunk otthoni számítógépeinken, szövegek, képek, videók formájában, és bosszankodunk, ha valami nem fér rá a Winchestereinkre. Erre a problémára keresik a gyógyírt a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógus Képzőkar informatika alkalmazásai tanszékén, ahol már 15 éve foglalkoznak különféle tömörítési eljárásokkal. Az adattömörítés egy olyan technológia, amelynek révén a nagy mennyiségű információból kódolással kisebb mennyiségűt hoznak létre. A cél, hogy ez a kódolt forma olyan legyen, amelyből sérülés nélkül maradéktalanul vissza is nyerhetjük az adatainkat. Filmeknél még az is előfordulhat, hogy úgymond veszteséges tömörítési eljárást is alkalmazhatunk. Tehát bizonyos fajta veszteséget megengedhetünk, mert a szem számára nem látható az a kis különbség, ami mondjuk a tömörített kódból visszanyert anyag és az eredeti anyag között van. Tehát ezzel is lehet gyorsítani a technológiát. És hát a kérdés az, hogy milyen módszereket tudunk kifejleszteni arra, hogy minél jobban, hatékonyabban meg tudjuk csinálni ezt a tömörítést, és minél gyorsabban. Napjainkban nagyon népszerűek azok az internetes oldalak, ahol videókat lehet nézni. Ahhoz, hogy ez valós időben történhessen, az adatokat nagyon gyorsan kell át, illetve visszaalakítani. A kérdés, hogy milyen eljárásokkal tehető meg mindez úgy, hogy egy viszonylag szűk kapacitású hálózaton is átmenjen és élvezhető maradjon. A kutatásainknak az egyik gyakorlati megvalósítását látjuk. Nevezetesen arról van szó, hogy veszünk egy kameraképet, ez egy mezei DV kamera, és ennek a képét 64 szerezzük. Ez egyszerűen azt a célt szolgálja, hogy minél nagyobb legyen az a képmennyiség, amit nekünk át kell vinnünk a hálózaton, és hát az általunk alkalmazott tömörítési eljárással lényegében azt próbáljuk elérni, hogy ez a hálózaton valós időben menjen át. Gyakorlatilag ez lenne a kutatásnak a lényege, minél nagyobb adatmennyiséget valós időben átvinni. Korábban vizsgáltunk úgymond veszteségmentes módszereket, tehát amikor pontosan kell visszaállítani az eredeti szöveget, és hát mostanság került előtérbe, amit említettem, amikor egyre inkább elterjedtebb az, hogy nagy mennyiségű videóanyagok is, illetve képeket kell továbbítani a hálózaton. Tehát most került előtérbe az, hogy hogyan lehet ezt valós időben gyorsan megvalósítani. És a mostani projektjeink azok egy része irányul ilyen jellegű kutatásokra, tehát olyan programok, technológiák, algoritmusoknak a kifejlesztése, amilyen videó jellegű adatoknak a kellően, elég nagy mennyiségű, mondhatni azt, hogy nagyon nagy mennyiségű videóanyagnak az átvitelére is képes lehet valós időben. A valós idejűség itt azt jelenti, hogy az adatok keletkezése és a célállomáson történő megjelenése között csak néhány 10 másodperc idő telhet el. Az alkalmazott algoritmusok hatékonyságát egyrészt a gyorsaságuk, másrészt a tömörítési képességük határozza meg. Az algoritmusok sebességét a számítások párhuzamosításával lehet jelentősen növelni. Egyetem vagyunk, hallgatóink vannak, és szerencsére a hallgatók érdeklődnek ezek a témák iránt, vannak szakdolgozóink, akik ezekkel a témákba ezekbe a kutatásokba be tudnak kapcsolódni, és hát ezáltal megtanulják ezeket a új korszerű technológiákat, a gyakorlati problémákon keresztül, amik itt fölmerülnek,
azokon keresztül betekintést nyernek, tapasztalatot szereznek arra, hogy hogyan lehet ilyen jellegű problémákat megoldani. Ők maguk is a szakdolgozatukban olyan programokat készítenek, amiket mi aztán alkalmazni tudunk a programunkban. Tehát tényleg részt vesznek ezeknek az algoritmusoknak a kifejlesztésében. Az informatikának ez az ága igen dinamikusan fejlődik, hiszen egyre többen néznek tévét az interneten, vagy használnak videótelefon programokat. Aki tehát otthonosan mozog az adattömörítés rejtelmeiben, annak vélhetően a munkaerőpiacon sem lesz problémája. Egyre több településen okoz gondot az autós forgalom szabályozása, a forgalmi dugók megelőzése és a lakosság megóvása a légszennyezés káros hatásaitól. Ahhoz, hogy a mutatókon javítani lehessen, mindenekelőtt fel kell térképezni a helyzetet. Szegeden ezt a nagy munkát a Pedagógus Képzőkar Technika Tanszékének munkatársai végzik. Kutatási módszereik és modelljeik bármely településen használhatók. Szeged városán egy átlagos napon 354 ezer jármű halad keresztül, 3 millió köbméter füstgázzal szennyezve a levegőt. Ez az érték az 1999-ben mért adatok duplája. Ilyen adatoknak pedig azért lehetünk a birtokában, mert a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkarának technika tanszékén 20 éve vizsgálják a városi közlekedés környezeti hatásait. Munkájuk jelentősége óriási, hiszen ha nem ismerjük ezeket a folyamatokat, tenni sem tudunk ellenük. Rájöttünk arra, hogy elegendő egy csomó pontot alaposan vizsgálni, mert ugyanaz a jármű köteg fog a városba végighaladni. Tehát, hogyha kiragadunk olyan csomópontot, mint a belvárosi híd, ahonnan a teherautók ki vannak tiltva, megnézzünk egyet a Kossuth-Lajos sugárúton, ahol viszont pillanatilag teherautók vannak, akkor azokkal modellezni tudjuk az egész városképnek a adatait, és ezt egyre inkább pontosítani tudjuk. A tanszék munkatársai 1990-ben a belvárosi híd Szegedi hídfőjénél kezdték a vizsgálatokat. Jármű specifikus forgalomszámlálási módszert vezettek be, vagyis a hallgatók mozgóképes felvételről azonosították az itt áthaladó járműveket, és a károsanyag kibocsátási adataik alapján modelleket készítettek. A hídon akkor is mintegy 1600 gépkocsi haladt át óránként, bár a 90-es években jellemző autótípusok jobban szennyezték a levegőt. A legutóbbi vizsgálatban egyetem egyik tanszékével közösen végeztük, ahol egy másik tanszékével, és ott gyakorlatilag éjjel-nappal, 4 napon keresztül vizsgáltuk a légszennyezés esetét és a forgalmat, és itt mi a forgalomból modellezünk. Lássunk még egy példát. Az Oskola utcai kereszteződésben egy ott megszokott dugó esetén 140 másodperc alatt lehet áthaladni. Mivel ez nem egészen 3 km per órás sebességgel történik, ilyenkor 126 ezer mg széndioxid kerül a levegőbe. 50 km per órás sebesség esetén viszont 11 másodperc alatt átérhetnénk, és így csak 9900 mg lenne a széndioxid kibocsátás. A technika tanszéken ilyen jellegű kutatásokat is végeznek. Ha az ábrán végignézünk, akkor láthatjuk, hogy a különböző jármű kategóriák különböző sebességeknél mennyit bocsátanak ki kilométerenként, és hogyha ehhez hozzátesszük azt, hogy a városba 30 km alatti sebességgel mozgunk, akkor láthatjuk, hogy ott a legnagyobb a kibocsátásnak az értéke, és azoknál, amelyekkel jó lenne mennünk 50-60 km-es sebességgel, nyilván egy csúcsforgalom esetén erről szó sincs, akkor ott lényegesen kisebbek a fogyasztások. Ez egyébként egy városi közlekedési szakemberek közötti vita is, hogy gyorsan kell a járműveket eltüntetni a térről, vagy pedig szép lassan.
Érdekes módon nagyon sokan képviselik azt, hogy lassan kell eltüntetni, vagy lassan haladjanak a járművek, azért, mert közlekedésbiztonság szempontjából ez fontos. Ugyanakkor légszennyezés szempontjából egyértelmű, hogy minél gyorsabban meg kellene az autótól szabadulni. A tanszéken olyan modelleket alkottak, amelyek alkalmasak a közlekedés környezeti hatásainak számszerűsítésére, a környezetterhelési számításokra. A számítógépes modellrendszer bármely település közlekedési állapotának feltárására alkalmas. A vizsgálat részletesen kitér a település szerkezet és a közlekedés kapcsolatrendszerére, és segíti a döntéshozókat a beavatkozások tervezésében. Veszünk egy kis falut, az mondjuk két irányú, és akkor vegyünk mondjuk 10 000 főt, és akkor ne menjen hozzá csak mondjuk másodrendű főútból 2, úttelepülés viszony az legyen olyan, hogy keresztező. Ez sajnos Magyarországon a szokásos modell, és település úthálózatában együtt használjuk. Belterületen haladjon át az egyik, és a központon a másik. És akkor még ilyen dolgok, hogy legyen mondjuk a falu mellett ugye, folyó, erdőség, legyen dombvidéki, és mondjuk nincs vasút. Akkor a következő tovább gombra elvégzi a modellel a számítást, és kapunk egy kedvező értékű környezetterhelést. Sajnos a Szegedhez hasonló adottságokkal rendelkező települések esetében ez az érték már nem ilyen kedvező. De van program például a busz, troli és villamos megállók vonzás körzetének modellezésére is, amely segíti a köztudottan környezetkímélőbb tömegközlekedési hálózat optimalizálását. A hosszú távú cél pedig természetesen a közlekedésben is az alternatív energiaforrások felhasználása. A fiatalok számára érdekesek az úgynevezett vízzel működő autómodellek. Egy üzemanyag cellás járműnek a modellje. Az egésznek a kulcsa ez a kis elem, ez az üzemanyag cella, amit lehet katalizátorként is jellemezni. Egy különleges műgyanta anyag van bent. Mi a lényeg? A lényeg az, hogyha valamilyen módon áramot vezetünk keresztül rajta, akkor a benne lévő vizet szét fogja bontani hidrogénre és oxigénre, és itt a két tartályba szépen fölgyűlik, most be is kapcsolom, és akkor így oldalról esetleg lehet is látni, hogy növekszik, de mindegy, egy pár perc múlva szépen ez megtelik. És hogyha a külső áramforrás levesszük, akkor utána ugyanezekre a pólusokra vissza kapcsoljuk a fogyasztót, úgymond, akkor az történik, hogy ezen a műgyanta anyagon a hidrogénatom magja, a proton, az át tud menni, de az elektronra nézve meg szigetelő, a szegény kis elektron kénytelen lesz így körbe menni, és ezáltal áramként munkát végez. És utána megint víz lesz belőle. A megoldás kulcsa a most felnövekvő generációk kezében van. Szerencsére a hallgatók is szívesen foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Sokan választanak szakdolgozatukhoz, tudományos diákköri dolgozatukhoz a közlekedés környezeti hatásaival kapcsolatos témát. A hallgatók készítették ezeket a vasúti, illetve közúti kereszteződéseket bemutató modelleket is. Az egyik az egy vasúti csomópont modellje. Fotokapukkal van megoldva a vasúti lámpa működése, és itt a kisházban lévő kis chip úgy van programozva, hogyha az egyiken átmegy, és a másikon nem, akkor nem vált újra szabadra, hanem valahogy meg kell szakítani a másik oldalt is, hogy újra megint a szabad jelzés legyen. Nagyon jó demonstrálja azt, hogy hogy működnek a valódi vasúti csomópontok is, csak persze ott nem ilyen optikai csatolást használnak, mert akkor ugye hóesésben meg esőben nem működne a dolog. Ez a másik közlekedés egy egyszerű csomópontnak látszik. Valójában itt a fő feladat az volt, hogy a Szegeden is használatban lévő előnyberészesítést mutassa be. Szeged városában is több csomópontban, hogyha tömegközlekedési jármű közeledik felé, akkor beépít egy jeladó, jelzi a csomópont vezérlőjének, hogy közeledik, és az igyekszik egy olyan programot választani, hogy annak a járműnek vagy egyáltalán ne kelljen megállnia, vagy pedig a lehetőleg rövid időt töltsön csak állva. Itt ez a kis fotokapu szimbolizálja ezt, hogyha én ezt itt kitakarom, akkor az úgy viselkedik, mint hogyha ide tömegközlekedési jármű jönne, és ilyenkor a keresztirányú zöld ideje az le fog rövidülni, és minél hamarabb át fog menni az illető.
A technika tanszéken a közlekedés környezeti hatásaival kapcsolatos ismeretterjesztés is kiemelt feladat. Egyre inkább rájöttünk, hogy ez nem csak egy matematika, amivel foglalkozunk, és nem csak egy műszaki dolog, hanem az emberekkel való kapcsolatteremtés. Ezért mondtam, hogy ökológiai szempontokat kezdtünk hozzákapcsolni a kutatásunkhoz. Ami a legfontosabb szerintem, és ez 1990-től igaz, hogy a Szeged város kutatásunkat mindig támogatta. Konkrétan a város alapítványain keresztül, tehát és az eredményeinket fel is használták, és a 90-es, 2000-es években nagyon aktív közlekedési, hogy mondjam, kutatói csoport működött Szegeden. Ezek talán most egy kicsit leültek ezek, de bízunk benne, hogy későbbiekben is lehetséges. A másik nagy terület a közoktatásban való és a felsőoktatásban való alkalmazás. Felsőoktatásban természetesen ezeket mi feldolgozzuk. Például a technika szakos tanárképzésben, vagy most technika tanárképzésben van olyan tantárcsoport, hogy közlekedéskultúra. De ilyet például a pedagógusoknak, még a kollégiumi nevelő tanároknak is tanítottunk egy időben, most az egészségtudományos hallgatóknak tanítunk ilyen tárgyakat, és az egyetemen a műszaki oktatás területén, tehát a környezetmérnök képzésben is vannak ilyen témáink. A technika tanszéken folyó kutatások révén a városi beavatkozások hatásai is jól megbecsülhetők. Mobilitásvizsgálatokkal, járműsebességmérésekkel, a közlekedési zaj adatbázis felvételével és egyéb mérésekkel olyan adatsorokhoz jutnak, amelyek a forgalomszervezők mozgásterét bővítik, és így hozzájárulnak a környezeti terhelések csökkentéséhez. A magyar lakosság nincs kellően tisztában azzal, hogy van egy értéke, egy tulajdona, az egészsége. A betegség megelőzés iránti kereslet egyre nő, de a kínálat egyelőre szűk. Ezen változtathat a Szegedi Tudományegyetem egy nagyszabású projektje, amelynek keretében egy mozgásprogramcsomagot dolgoznak ki. A technika fejlődésével eltolódott a hangsúly az ember fizikai adottságairól. Autóval járunk, gépek dolgoznak helyettünk, életmódunk mozgásszegénnyé vált. A különféle civilizációs ártalmak következtében kialakuló elhízás, cukorbetegség, különféle szív-érrendszeri betegségek ellen ideje felvenni a harcot. A Szegedi Tudományegyetemen 2009. júliusában nagyszabású projekt indult ennek érdekében, amely 2011. júniusában ér majd véget. Magyarországon abból a szempontból tekinthető egyedülállónak ez a projekt, mint tudományág és mint szponzorációs szempontból elsőként elnyert nagy projekt, ez a sporttudomány. Most a sporttudomány Magyarországon 5-6 éve jelent meg önálló tudományágként, és az Új Magyarország fejlesztési terven belül sikerült ilyen fajta tevékenységre finanszírozást szerezni. A munka egy részét a Pedagógus Képzőkar Testnevelési és Sporttudományi Intézetének munkatársai, illetve hallgatói végzik. A projekt keretében személyi edzőket is képeznek. A cél az, hogy minél többen elsajátítsanak egy egészségtudatos szemléletmódot, amelynek fontosságát különféle kutatási eredményekkel támasztják alá. Emberekben végzett vizsgálataink különböző csoportok történnek. Ilyen volt egy lerázárult szériánk, amely három fő csoport volt, egyik a Fogyi Klub, akik a testsúly csökkentése végét jöttek össze, és hónapokig hajtották végre gyakorlatilag önkéntesként, mert önkéntes a programunk. A másik egy közösen könnyebb nevű, ami munkahelyi egészségügyi ülő munkások vettek benne részt, és mozogtak gyakorlatilag, és volt egy asszonytorna nevű részlegünk. Ezeknek az eredményei már gyakorlatilag folyamatosan jönnek, és úgy néz ki, hogy pozitívak. A kutatási eredményekhez hozzájárulnak az önkénteseken végzett vizsgálatok. A Szegedi Asztali Tenisz Sportklub tagjainak például figyelemmel kísérik a testsúly összetételét egy erre a célra kifejlesztett készülék segítségével. Bioáram szintű mikroárammal működik,
8 ponton adja-veszi a jeleket, és szegmentálva megmondja, hogy mennyi zsír, izom, ásványi anyag, víz alkotja a testet, és ezt egy kompjúter elemzi. Az önkénteseken antropometriai méréseket végeznek, és különféle testmozgások után megmérik a pulzusokat, vérnyomásukat. Az így kapott adatokat összevetik a korábbi mérések eredményeivel. Vért is vettünk a projektben résztvevő személyektől, amiben megállapítottuk különböző, már jól ismert infarktus rizikó faktorokat, de ugyanakkor megnéztünk speciális hormonokat, és ami talán a leglényegesebb, hogy bizonyos genomikai változásokat, tehát hogy a gén térképüknek bizonyos részein milyen változást észlelünk ennek a mozgástevékenységnek a hatására. Ahhoz, hogy modellezni lehessen a testmozgás hatásait, állatkísérleteket is végeznek. Egy számláló méri, hogy ezek a patkányok mennyit futnak a kerékben. Adataikat később összehasonlítják azoknak a patkányoknak az adataival, amelyeknek nem áll a rendelkezésükre kerék, és nem mozogtak annyit. Nemzetközi együttműködésben hajtottunk végre állatkísérletes részeket, amiknek az eredményei megint csak biztatóak. Ez egy angol kapcsolat volt. A humán típusú mozgásprogram vizsgálatokat norvég és szlovák partnerekkel együttműködve hajtunk végre. Most a szlovák részleg úgy néz ki, hogy pozitív eredményeket produkált, és érdekes, hogy gyakorlatilag ugyanazt csinálják kint Szlovákiában, mint nálunk, úgyhogy a két nemzetnek az összehasonlítását is el tudjuk végezni, erre viszont a szociológiai, pszichológiai, analitikai rész plusz összefüggéseket tud mutatni. A projektnek van egy szociometriai, pszichológiai része is, elemzik a csoportban végzett tevékenységet, mint örömforrást. Ha minél többen megértik, milyen folyamatok játszódnak le bennünk a civilizációs ártalmak következtében, közelebb kerülhetünk a probléma megoldásához. Végső célunk tulajdonképpen az, hogy mindenkinek tudjunk egyénre szabott mozgásprogramokat javasolni, mert az együtt végzett tevékenység, mozgás az a leghatékonyabb fogyókúr. Ezt nem olyan nagyon régen írták le a világ legjobb orvosi lapjában, tehát a világot ez nagyon érdekli. Szegednek az adottságai lehetővé teszik azt, hogy biotechnológiailag, tehát genomikailag ezt nagyon pontosan meg tudjuk azért közelíteni, és őszintén bízunk benne, hogy tulajdonképp ilyen alapon, tehát akár egy nyálkahártya kenet alapján tudjunk javaslatot tenni, hogy mozogjanak, és mit mozogjanak, hogy mozogjanak, korra, nemre és nagyon sok mind adottságokra való tekintettel. Tehát erre törekszünk. A Nemzetközi Innovatív Kutatói Tím a környezet egészségtudatos testmozgásos életmód tényalapú tesztrendszerei kialakítására című projekt keretében egy olyan tudományos kísérletekkel alátámasztott egészségfittségi genomikai terméket és a hozzá kapcsolódó egyéni mozgásprogramcsomagot dolgoznak ki, amelynek hosszú távú és közvetlen céljai a képzés, illetve a szolgáltatás fejlesztésre irányulnak. Ennek a jövőben nem csak stratégiai jelentősége, hanem jól mérhető piaci haszna is lehet. Innovízió című magazinunk végére érve megköszönöm a figyelmüket. Tartsanak velünk legközelebb is, ha szeretnék megismerni a Szegedi Tudományegyetemhez kapcsolódó kutatásokat és eredményeket. Viszontlátásra! Készült a Szegedi Tudományegyetem megbízásából, a tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Szegedi Tudományegyetemen program keretében. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Thank you.